Lemondásra szólította fel Karácsony Gergely főpolgármestert a fővárosi közgyűlés ülésén Kovács Péter a 16. kerület Fideszes polgármestere a hit pénzbotrány miatt. A főpolgármester az ügy kirobbanása óta nem ismeri el felelősségét az ügyben, elemzéssel folytatja Titanilla is vendége. Borbé Beátát köszöntöm most a stúdióban a Nézőpont intézet elemzői. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt, kívánok! Ugye Kovács Péter 16. kerületi polgármester mondta azt, hogy Karácsony Gergelynek le kellene mondania. A polgármester azt is mondta, hogy a láncít beruházás, vagy a láncít felújítás egyfajta pénzszivattyú, és arra is utalt, hogy az onnan kikerülő pénzek adott esetben politikai kampány célokra mentek. Amit tudunk eddig erről az ügyről, az micsoda? Igen, tehát Kovács Péter azért szólította föl Karácsony Gergelyt lemondásra, hiszen ö, megválasztása óta egyetlen alkalommal sem vállalta a feles, felelősséget, semmilyen döntésért, semmilyen botránnyal kapcsolatban. Ugye többször ö, ö, javasolták, hogy állítsanak fel vizsgáló vizsgálóbizottságot, például a láncít botránnyal kapcsolatban, ezt ők nem támogatták. Ugye a tegnapi napon is azt mondta, hogy ő nem drágábban, hanem jóval olcsóbban ö, hajtotta végre ezt a beruházást. Házast, ugye ez csak úgy jöhet ki, hogy Karácsony Gergely almát hasonlítja össze a körtével, hiszen a műszaki tartalom ugye abszolút nem egyezik a két tenderrel kapcsolatban. anno amit Tarlós István főpolgármester még kiírt és elnyerte a, a közbeszerzést, ugye az nem csak a Lánchit, hanem a Váralagút, illetve a Széchenyi tér, és az ahhoz kapcsolódó ugye villamosalagútnak a fel, felújítását is tartalmazta. Karácsony Gergely projektje ezzel szemben ugye ugyanúgy az Áhíd Zrt. nyerte ezt, a, ezt az egész közbeszerzést, mint ami ugye Tarlós István idején is megnyerték, tehát ő újra kiírt ezt a közbeszerzést, azonban ugyanaz a cég nyerte ezt a feladatot, azonban jóval csökkentett műszaki tartalommal, és ugye azért mondhatjuk, hogy az almát hasonlítja a körtével, hiszen ugye Tarlós István közbeszerzésében ez körülbelül olyan 21 milliárd lett volna, csak a Lánchíd része ugye ennek a közbeszerzésnek. Karácsony Gergely esetében ez már 27 milliárd volt, tehát itt van ez az 5 milliárdos differencia, amiről ugye többször beszél a fővárosi Fidesznek a vezetése. Úgyhogy erről sem számolt be eddig Karácsony Gergely, hogy ez hogy alakult, miért történt így, és hogy miért nem támogatja ugye a vizsgálóbizottságnak a felállítását, hogyha nincsen mit takargatnia. És vajon miért nem támogatja? Mégis csak lehet valamit akargatni való? Igen, hát az eddigiek alapján ugye az derülhetett ki, hogy olyan pénzmozgások történtek, amit sem ők nem tudnak megmagyarázni, ugye sem a cég. Ugye többszöri házkutatás volt, mind az AHCR-nél, mind pedig Vigmor, ugye az ő cégének utaltak 1,4 milliárd forintot, mind Vigmor cégénél is. Ugye innen Vigmor cégétől a saját magán magánszámlájára, illetve az ügyvédi letéti számlájára utaltak pénzeket, és utána pedig ezt felvették készpénzben, erre sem történt semmilyen magyarázat, és nem tudták megmagyarázni azt sem, de ugye a Karácsony -Gergely esetében nem csak a Lánchíd, hanem a, például a Blahalújzottér kapcsán is ugyanilyen megmagyarázhatatlan költségnövekedések történtek, Ugye az ottani tender is jóval ö, csökkentebb ö, műszaki tartalommal hajtották végre, ö, és ö, végül 400 milliárddal lett drágább az egész projekt. Úgyhogy... Ugye itt Karácsony egy Kamu ügynek nevezte a Lánchíd felújításával kapcsolatos anomáliákat, illetve azt mondta, hogy a KAM ügyek közül ez az ügy, tehát hogy ezek szerint a többi ellene felhozott kérdést is ugyanígy kamu ügynek tartja. Mit gondol, hogy ebben a helyzetben a főpolgármesternek legalábbis el kéne gondolkodnia azon, hogy lemond a pozíciójáról? Igen, tehát ugye azt láthatjuk, hogy Például ugye, ahogy Kovács Péter is említette, hogy a jobb oldalon van következménye a hibáknak, a botrányoknak, a bal oldalon ugye ezt nem, láthatjuk, nem láthattuk eddig, ugye az elmúlt bő négy év kapcsán azért Karácsony jó pár botránya volt, a járatritkítások, az utasok lepújkázásával kapcsolatban, és még rengeteg, sorolhatjuk a biodomtól kezdve, rengeteg kisebb-nagyobb projektet, ugye a biciklisávok kialakítása, az úgymond karácsonykaró helyezés, Se, ami ellen még az országos mentőszolgálat is tiltakozott, egyiknek se volt semmilyen következménye, nem kell bocsánatot, nem adott magyarázatot ezekre. Ugye itt a, a vizsgálóbizottság, amelyről már beszéltünk, ezt az ellenzéki pártok közül is többen támogatnák. Ugye a, a Jobbik főpolgármester jelöltje Brenner Koloman is úgy véli, hogy ezt fel kellene állítani, illetve az LMP szerint is szükség lenne egy ilyen a vizsgálóbizottságra, amely tisztázza, hogy tulajdonképpen akkor mi is történt. Ezzel együtt Karácsony Gergely mégsem hajlandó erre. Úgy tűnik, hogy támogatókat veszít, veszített a főpolgármester. Igen, hiszen hogyha nincs mit takargatni, akkor ugye ö, nem lenne gond ezzel. Egyébként a maga az ellenzéki összefogás is többször úgy tűnik, hogy néha kihátrál mögüle, nem biztos, hogy kiállnak a folyamatos botrányai mellett. Ugye az is szóba került már, hogy leveszik, mint főpolgármester jelölt, tehát azt majd meglátjuk ugye a júniusi választások kapcsán, hogy hogy sikerül megállapodniuk. Ugye azt elmondhatjuk, hogy Gyurcsány Ferenc ö, szorosan fogja a Karácsony Gergelyt, folyamatosan ö, ellátja tanácsokkal hogy kellene viselkednie, miket kellene nyilatkoznia, illetve hogy, hogy viselkedjen a kormányjal szemben. Ugye itt két szállal lehet ennek a hitpénzbotránynak. Ugye egyrészt van egy politikai vonal, amin el kell gondolkodni, a másik viszont a felelősség kérdése. Ha a felelősség kérdését vizsgáljuk, akkor meddig érhet ez az ügy? Igen, ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy ö, milyen kapcsolatban is állt a főváros, mióta érkeztek ezek a pénzek, ugye elvileg 2020 és 2022 között már ö, megtörténtek ezek az utalások, és ugye ha a ugye már elkezdi a vizsgálatot, akkor kiderülhet ugye a, mind a házkutatások, mind a nyomozás során, hogy meddig is ér a politika, mekkora szintje érnek ezek a szálak. A választás, ami ugye... Pont egy nap emlékeztetett rá a főpakármester, hogy száz nap múlva önkormányzati választások lesznek Magyarországon. Ugye ő plusz 5 év bizalmat kért a választóktól, mert ugye már elindította a választási kampányát. Ö, hatással lehet-e ez az ügy, illetve ezek az ügyek, mert ugye itt többről is szó volt, Karácsony Gergely támogatottságára? Egyértelműen hatással lehet, hiszen Karácsony Gergely még az elején egy olyan arculatot próbált kialakítani, hogy ő egy végtelenül becsületes, jó ember. Most ez, a, ez az arculat az utóbbi években, de leginkább az utóbbi hónapokban teljesen összeomlott. Egyre belebonyolódik ezekbe a korrupciós ügyekbe. Ugye ez a hídbotránya, ez a, a lánchídbotránya az utóbbi évek akár a legnagyobb korrupciós botránya is lehet. Úgyhogy jelenthetjük, hogy a szavazói csalódhattak benne, nem erre számítottak, nem csak a, a bizalmat vesztik el benne, hanem ugye a, a magát a teljesítményével kapcsolatban is erős ö, csalódottságoknak ö, adhatnak hangot, majd a júniusi választások kapcsán. Borbi Bátán, köszönjük szépen! szépen.